A mi Urunk Jézus Krisztus kín szenvedése, Szent János evangélista szerint. Az utolsó vacsora után Jézus kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra, ahol egy kert volt, s oda betért tanítványaival együtt. De Júdás is, aki elárulta, ismerte azt a helyet, mert Jézus tanítványaival gyakran járt oda. Júdás akkor kapott egy csapat katonát, a főpapoktól és farizeusoktól pedig szolgákat, és kiment velük lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel. Jézus tudta mindazt, amire elvárt, eléjük ment tehát, és így szólt hozzájuk. Ki keresed? Ők ezt válaszolták. Közöttük Júdás is, aki elárulta. Amint tehát azt mondta, én vagyok, meghátráltak és a földre estek. Ő újra megkérdezte tehát tőlük. Kit kerested? Azok pedig felelték. A Názáreti Jézus. Jézus így folytatta. Mondtam már nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket. Így teljesült be, amit mondott, hogy senkit sem veszítettem el azokból, akiket nekem adtál. Simon Péternél azonban kard volt, kirántotta és a főpap szolgájára sújtott, és levágta annak jobb fülét. A szolgának Málkus volt a neve, Jézus azonban rászólt Péterre. Tedd vissza hüvelyébe kardodat, ne ürítsen ki a kelyhet, melyet az Atya adott néked. A csapat tehát az ezredes és a zsidó őrség elfogta Jézust és megkötözte, és először Annáshoz vitték, mert ő apósa volt Kaifásnak, aki abban az évben főpap volt. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak, s így bejutott Jézussal a főpap udvarába. Péter pedig kint maradt az ajtónál. A másik tanítvány, a főpap ismerőse kiment, szólt az ajtón állónak és bevitte Pétert. Az ajtóőrző lány közben megjegyezte. Péter így felel. Nem vagyok.
poroszunk a parázsló tűz körül álltak, és melegedtek, mert hideg volt. Péter is közéjük állt, és melegítette magát. A főpap tanítványa és tanítása felül kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt. Én nyíltan beszéltem a világ előtt. Én mindig a zsinagógában tanítottam és a templomban, ahová a zsidók mindössze jönnek, és titokban semmit sem szólottam. Mit kérdezt engem? Kérdezt azokat, akik hallották, mit beszéltem neki. Ők jól tudják, hogy mit mondottam. E szavakra az egyik ott álló poroszló arcol ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak. Jézus így válaszolt. Ha rosszul szólottam, bizonyítsd be a rosszat. Ha pedig jól, miért ütsz engem? Annás akkor megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz. Simon Péter még mindig ott állt és melegítette magát. Újra megkérdezték tőle. Nem lepte is az ő tanítványai közül át. Péter tagadta és így szólt. Nem vagyok. Erre a főpap egyik szolgája, rokon annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte. Nem téged láttalak a kedvem. De Péter ismét tagadta, és erre mindjárt megszólalt a kakas. Kaifástól a helytartóhoz vezették Jézust. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy beleszennyezzék magukat, és így megehessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte. Mivel vádoljátok ezt az embert? Azok így szóltak. Ha nem volnak balasztelők, nem adtak volna őt kezedre. Pilátus ezt mondta. Tartsátok meg csak ti őt, és ítélkezzetek róla törvényetek szerint. De a zsidók azonban ezt válaszolták. Nekünk senkit sem szabad megölni. Így beteljesedett, amit Jézus mondott, amikor halálának módját előre megmondta. Pilátus akkor visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle. Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt. Te magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked róla?
Pilátus erre ezt mondta. Vajon zsidó vagyok én? A saját népet és a főpapok adtak kezembe. Mit mivel tél? Jézus így válaszolt. Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna az én országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. Ám az én országom nem innét való. Pilátus közbe szólt. Tehát király vagy te? Jézus így válaszolt. Igen, én király vagyok. Arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy tanulságot tegyek az igazságról. És mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus erre ezt mondta. Mi az igazság? E szavak után ismét kiment a zsidókhoz, és ezt mondta neki. Én semmi vétket sem találok ő benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássa. Hát akarjátok én, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? De azok újra kiáltozni kezdtek. Nezd, hanem Barabást! Barabás pedig rabló volt. Erre Pilátus lefogadta és megostoloztatta Jézust. A katonák tövisből koronát fontak, fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Ezután eléje járultak, és így kúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidó királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk. Nézzétek, kihozom őt nektek, hogy megtudjátok, hogy semmi vétket sem találok ő benne. Jézus akkor tövis koronával és bíbor köpenyben kijött eléjük. Pilátus azt mondta neki, íme az ember! Láttára a főpapok és a szolgák kiáltozni kezdtek. Feszítsd meg! Feszítsd meg őt! Pilátus ezt mondta. Vegyétek át, és ti feszítsétek keresztre, mert én semmi vétket sem találok ő benne. De a zsidók nem tágítottak. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. E szavak hallatára Pilátus még jobban megijedt.
Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézust. Honnét való vagy te? De Jézus nem felelt. Pilátus erre ezt mondta. Nekem nem szólasz, nem tudod én, hogy hatalmam van megfeszíteni téged, és hatalmam van elbocsátani téged. Jézus így válaszolt. Semmi hatalmat sem volna fölötted, ha nem kaptad volna onnét felülről. És azért annak, aki engem kezedbe adott, nagyobb az ő bűne. Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézust. A zsidók azonban ezt kiáltozták. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, mert mindaz, aki magát királyjá teszi, ellenszegül a császárnak. E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. A bírói székbe ült a köves udvaron, melyet héberül Gabbatának neveznek. A húsvéti készület napja volt, a hatodik óra táján, és így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királytok! De azok tovább kiáltoztak. Ellene, ellene, feszítsd meg őt! Pilátus megkérdezte. A ti királytokat feszítessem én meg! De a főpapok tiltakoztak. Nincsen királyom, csak császárunk. Akkor kiszolgáltatta nekik Jézust, hogy keresztre feszítsék. Erre átvették őt és elvezették. Jézus keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponya helyre, melynek Héber neve Golgota, és ott keresztre feszítették őt, és vele két másikat két felől, középen pedig Jézust. Pilátus táblát is iratott, és a kereszt fölé tétette. Ez volt pedig ráírva, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A föliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol keresztre feszítették Jézust. Héberül, latinul is, görögül volt írva. Ezért a zsidó főpapok kérték Pilátust. Ne írd a zsidó királya, hanem ahogy ő maga mondotta, a zsidó királya vagyok. Pilátus azonban ezt válaszolta. Amit írtam, azt megírtam. Jézus keresztre feszítése után a katonák fogták ruháit és köntösét. Ruháit négy részre osztották, minden katonának egy részt. De köntöse varratlan volt,
végig egy darabból szűvel. A katonák ezért így szóltak egymás köz. Ne vagdaljuk el azt, ha nem vessünk rá sorsat, ki legyen. Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk közül, és köntösömre sorsot betettek. A katonák így is tettek. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, és anyjának nővére, Kleofás hitvese Mária, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a szeretett tanítvány, így szólt anyjához. Azután a tanítványhoz fordult, és így szólt néki. Íme a te anyád. És attól az órától fogva a házába fogadta őt a tanítvány. Jézus tudta, hogy beteljesedett már minden, és azért, hogy az írás valóra váljék, így szól. Szomj az om. Volt ott egy ecettel telt edény. Izsópra tűztek egy ecettel itatott szivacsot, és szájához emelték. De amint megízlelte az ecetet, így szólt Jézus. Beteljesedett. És lehajtván fejét, kiadta lelkét. A zsidók tehát, minthogy készület napja volt, kérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vétesse le őket a keresztről, hogy ne maradjanak szombaton a kereszten. Nagy ünnep volt ugyanis az a szombat. Oda mentek tehát a katonák, és összetörték a lábszárát előbb az egyiknek, majd a másiknak, akit Jézussal együtt keresztre feszítettek. De amikor Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg lábszárát, hanem az egyik katona lándzsával megnyitotta az oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. És aki ezt látta, tanúja lett és tanúsága igaz. Ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mindez ugyanis azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontot ne törjetek benne. És más helyen föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, de a zsidóktól való félelmében csak titokban kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét.
Pilátus meg is engedte, mire az elment és levette Jézus testét. Oda jött Nikodémus is, aki annak idején éjszaka ment Jézushoz, és hozott mirha és álolkeverékét, mint egy 100 fontot. Ők fogták Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen, ahol Jézust keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sír volt, amelybe még senkit sem temettek. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt oda helyezték